Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Költészet napja Tolna megye több pontján vált fizetőeszközzé a vers április 11-én. Településfejlesztés, 75 millió forintból újult meg a Hőgyészi Orvosi Rendelő. Aki beszél, nem eszik. Görög Ibolya protokoll szakértő szerint fellazult a viselkedés kultúrán. Véget ért a sikerszéria, kikapott a KSC a Győrtől, már csak ötödik lehet a bajnokságban. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megye több pontján szerveztek rendhagyó magyar órákat, versmondást a költészet napja alkalmából. A Szekszárdi Garai János általános iskola pedagógusai írással és költészettel kapcsolatos programokkal készültek a diákoknak. A Babits Mihály Kulturális Központban kávéval honorálták a verssel érkezőket, Bátaszék pedig ismét versvárossá alakult a jeles nap alkalmából. Kányádi Sándor Sétálgat a szellő című versét szavalták el együtt a Szekszárdi Garai János általános iskola diákjai kora reggel az intézmény sportpályáján. Ma van a költészet napja, hát és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma, és nem vagyunk betegek. A közös felmondásra heteken keresztül készültek a gyerekek, és voltak, akik otthon is gyakoroltak. Én tegnap úgy készültem fel, hogy én ma megyek mesemondó diátadásra is, és rajzpályázatra is, és hát nem tudtam, hogy milyen ruhába jöjjek, és hát de nagyon meglepődtem, és számomra is fontos ez a nap. Arra is el lehet buklászni, meg arra is el lehet buklászni, összeszedni. Ez pedig már néhány perccel későbbi felvétel. A közös versmondás után az udvaron szedték össze a szemetet a gyerekek. Az iskola egyik folyosóján felállított búbánatevő szörnynek köszönhetően pedig a gyerekek megszabadulhattak azoktól a gondolatoktól, amik nyomasztják őket. A pedagógusok egész nap az írással, a költészettel kapcsolatos programokkal készültek az idejáró diákoknak. A költészet napjához kapcsolódó témanapnak a címe tisztuló környezet, és arra gondoltunk, hogy ne csak a környezetünk tisztuljon meg, kívülről, belülről tisztuljunk. Hűnevelőim, dunántúli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok. Nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek, hogy égig emeltek. A szekszárdi gyakorlóiskolások produkcióikkal több közintézményt is meglátogattak, és lehetett verset is küldeni velük a mai napon. Folyamatosan érkeztek a versfalhoz azok, akik egy kávéért áldoztak a költészet oldalán. Kávé. A reggeli nap álmosan tekint be az ablakon, sugaraival simogat, míg én szinte alszom. Betölti a konyhát meleg fényével, s megcsillan a kezemben lévő bökrében. Volt, aki saját költeményével érkezett. A szakember véleménye szerint a versnek megvan a maga szerepe a gyerekek életében, miközben a hétköznapjaiknak nem része a költészet. Itt nagyon nagy szerepe van a szülőknek, és nagyon nagy szerepe van a nevelési oktatási intézményeknek. A mi iskolánkban nagyon nagy gondot fordítunk erre, és a költészet napját azt mindig úgy próbáljuk megtartani, ha lehet ezt mondani, vagy megünnepelni, inkább ez a jó kifejezés, hogy nem csak magunkban, hanem a városnak is szeretnénk valamit nyújtani. A versfalra tűzte fel egyik kedvenc versét, Álsezső polgármester is. Büszkék vagyunk azokra a szekszárdi költőkre, akik itt fejtették ide tevékenységet, itt lettek, ismertek. Én is például egy Baka István verset hoztam egyébként, a Képeslap 1965-ből című verset. Ez azért is érdekes, mert a születésében 1965, és Mésző Miklósnak írta ezt a képeslapot, úgyhogy várunk mindenkit nagy tisztelettel ide a Babits Kulturális Központba, hozzá el a verset, kap érte egy kávére, nem erről szó természetesen a mai nap, hanem arról, hogy egy kicsit jöjjünk össze, olvassunk verset, és mi jegyünk el a magyar költészetben. Meggyötörten és gyönyörű tája. Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én. Óvodások, általános iskolások, gimnazisták és idősek közösen szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a romkertben. Ezen kívül egyénileg is készülhettek erre a napra a diákok.
Mintegy 75 millió forintból újult meg a Hőgyészi Orvosi Rendelő. A település fejlesztési operatív programból elnyert támogatásból nem csak kívülről újították fel és tették energetikailag korszerűvé a több évtizeddel ezelőtt épült rendelőt, hanem belülről is szebb lett és új eszközöket is kaptak. A helyiek nagyon vártak már erre, a körzetben több mint 1750 beteget látnak el. Egymásnak adták a kilincset a betegek az új orvosi rendelőben Hőgyészen. Ennek a férfinak épp az új jogosítványához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálata zajlik. A kívül-belül felújított épületben 21. századi körülmények között gördülékenyebben megy a munka. Az 1927-ben épült intézményre ráfért már a felújítás, mondja az ott praktizáló Endrődi Csaba háziorvos. Akkor is orvosi rendelő volt, csak egy része még szolgálati lakásként funkcionált nagyon-nagyon régen, az teljesen kihasználatlan volt, körülbelül állt két helyiségből, meg egy váróból ez az egész rendelő, meg az egész épület. Teljesen felújították, maximálisan a 21. századnak megfelelő műszerezettséggel, helyiségelosztással, a legmodernebb eszközökkel, amelyet alapellátásba kell. Mi nagyon örülünk ennek. Két orvosi körzetet és a környező településen élőket is innen látják el. Ezért van ekkora jelentősége ennek a beruházásnak, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, az épület átadóján. Nagynak számít, főleg a település méreteihez képest mindenképpen nagynak számít, nem csak Hőgyészi lakosokat, betegeket lát el ez a körzet, hanem elsősorban Mucsiból fogadja még az idei érkezőket. A beruházás a településfejlesztési operatív program révén valósult meg. 75 millió forintot tudtunk költeni az épületre, annak a teljes felújítására. Gyakorlatilag a teljes közműrendszer cserére került, illetve a rossz állapotú régi tetőszerkezet és új cserépfedést kapott, az épület korszerű hőszigeteléssel lett ellátva. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, a Tolna megyébe érkező több milliárd forintnyi top forrásra és az abból megvalósuló fejlesztésekre óriási szükség van a vidéken. A kis településen élő emberek is megérdemlik azt, hogy foglalkozzunk velük, megteremtsük a lehetőséget a normális életre, ehhez tartozik ez az épület is. Tolna megyében közel 27 milliárd forintból valósulnak meg beruházások a településfejlesztési operatív program révén. Két évre börtönbe kell mennie egy tolnamözsi férfinak, mert részegen úgy megrúgta a saját anyját, hogy a nőnek leszakadt a lépe. Az eset még tavaly nyáron történt, az ügyben most született jogerősítélet. Ebben a házban támadt rá a saját anyjára a 32 éves férfi még tavaly nyáron. A fiú a kocsmából ment haza, felébresztette az anyját, hogy adjon neki enni, majd egyik pillanatról a másikra brutálisan rárontott a 67 éves nőre. Megrúgott, két rugást adott, eltört a bordám, a két bordám meg állítólag most, meg a lépem lett oda. Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a férfi megverte az anyját. Legtöbbször a pénzen vesztek össze. Az utcabeliek azt mondták, a támadó rendszeresen ivott. A gyerekeim is meglepődtek, hogy az Isten egy illemtudó fiatal ember, hogy most ezt az ital váltottak ki, az tudja, hogy benne volt. Nem sokkal a támadás után készítették a rendőrök ezeket a felvételeket. A férfit hamar elfogták. Az ügyében most született ítélet. A szexuális törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés büntetében, ezért 2 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 2 évre eltiltotta. Az ítélet jogerős, azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette. Baleset történt csütörtök reggel az 56-os úton Várdonban. Egy autós nem tudni miért elveszítette uralmát a jármű fölött és az árokba hajtott. A 25 éves pörbői sofőr könnyebben megsérült. Az eljárást a szexuális rendőrkapitányság fogja lefolytatni az ügyben, mert megállapítást nyert az, hogy a járműnek a vezetője ittas állapotban közlekedett a személygépkocsival. Ezért vele szemben ittas járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítanak eljárást. A boldogulásunk, a sikerünk áll vagy bukik azon, hogy egy közösség befogad-e minket. A beilleszkedés pedig olyan apróságokon múlik, mint hogy köszönünk-e, ha belépünk egy üzletbe, bemutatkozunk-e az új szomszédnak, kikapcsoljuk-e a mobilunkat, a
színházban, rágózzunk-e a munkahelyi megbeszélésen, vagy éppen letegezzük-e a nálunk 40 évvel idősebb kollégánkat, vagy a Görög Ibolya protokoll szakértő, aki karrierje során rengeteg állam és kormányfő, miniszter, nagykövet, diplomata látogatását bonyolította le, emellett irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit, és 7 miniszterelnök protokoll főnöke volt. A protokoll nagyasszonya azt tapasztalja, hogy fellazultak a viselkedési szabályok, és a hölgyeket sem tisztelik úgy, mint régen, de még mindig kiveti magából a közösség azt, aki nem a normák szerint viselkedik. Rohan mindenkin, tulakodnak, nem köszön, ha belép, letegez, hello, fölgyorsulva, ahogy egymással gorombán beszélnek, hát a verbalitás milyen borzasztóan elharapodott, ez a minden a vaze-vaze. Tehát a igénytelenséget úgy mondanám, hogy asztalán előtérbe tölt, de biztos vagyok benne, tanúja vagyok annak, hogy egyre többen vágyják vissza azt, hogy igenis ezekkel törődni kell. Aláírták a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatását, szerződéseit Bonyhádon, a Völgységben a város közéletének és sportéletének fellendítése érdekében segítik a szervezeteket így módon már évek óta. Kiosztották Bonyhádon a sportegyesületek és a civil szervezetek között a támogatásról szóló szerződéseket. Beszédében Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere kiemelte, hagyományt teremtettek ezzel az átadással. A civil szervezetek, vagy akár sportszervezetek életében is az az összekötő kapocs az én gondolataim szerint, hogy ha összhangot tudunk teremteni, a hagyományok ápolása és őrzése, meg a mai élet, a megújulás, a fejlődés között, akkor igazán viszi előre azt a közösséget, amelyben élünk, a város lakóit. A támogatást nyert egyesületek között van labdarúgóklub, kosárlabdacsapat, hagyományőrző csoport és táncosok is. Az elnyert támogatásokból a működésüket és a megszervezett programjaikat tudják lebonyolítani a sport és civil szervezetek. Az itt nyert támogatást a hagyományos, illetve a hagyományteremtő rendezvényeinkre tudjuk fordítani. Nálunk ez elsősorban most 2 rendezvényt jelent, az egyik a Táncművészet Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos programjaink, a másik pedig az egyesületünk által támogatott fiatalok, gyerekek tánctáborának a támogatása lesz. A civil szervezetek és a sportegyesületek között 6 millió forintnyi támogatást osztott szét Bonyhád városa. Nem jutott a 4 közé az Atomerőmű KSC Szekszárd a női élvonalbeli kosárlabda bajnokságban. A lányok a döntő meccsen hazai pályán kaptak ki a Győrtől. A KSC Szekszárd a magyar női kosárlabdában az elmúlt 2-3 év sikercsapatává vált. Gyokit Zsejko vezetőedző érkezése óta 2 bajnoki ezüstérmet szereztek, és egyszer a magyar kupát is elhódították. Szerdán este viszont elúszott az idei bajnoki érem lehetősége. A KSC maximum az 5. helyet szerezheti meg. Nem ehhez szokott hozzá az elmúlt 2 évben a szekszárdi kosaras publikum, mármint a fájó vereségekhez. Sokkal inkább a fontos meccsek megnyeréséhez, az ezüstökhöz. Éppen ezért nehéz volt feldolgozni a szerd este történteket. Azt, hogy a Győr az alapszakaszbeli várakozás alatti szereplés után a negyeddöntőre ennyire összeállt. Hogy nem elég ellene egy szokásos szekszárdi színvonal, vagy azt üverelő teljesítmény, hanem extra kell a légiósoktól, extra kell a magyaroktól, és olyan együttes csapat teljesítmény, amit az Európa kupában a Big Boss és a Girona ellen nyújtott a 2-szeres magyar bajnoki ezüstérmes 1-szeres kupagyőztes. A drámai véghajrában megint náluk, mármint a győrieknél voltak azok a bizonyos extrák, úgy tetszik a játékosok fejében, illetve kezében. Centerük Gray és Mandics, akik kiemelkedtek a vendégcsapatból, kosarára már sajnos nem volt válasz sem Bishoptól, sem a betegen pályára lépő McColltól, sem Studer Ágitól, sem a többiektől. Így az esélytelennek vélt Győr 65-re legyőzte a továbbjutásról döntő 3. mérkőzésen a KSC Szekszárdot. És elvette ezzel a 4 bejutás, az élemszerzés lehetőségét az elmúlt 2-3 év új süttető magyar sikercsapatától. Szekszárdon kicsit több játékos rotált talán, de nagyon óriási volt a szívünk ma, és nem is tudom, hogyan hajszoltuk bele magunkat a győzelembe, mert 18 pontos előnyt adtunk el, de nagyon-nagyon boldog vagyok. Sopron ZTE és Győr, Biós Győr Miskolc elődöntőket rendeznek az idei kosárlabda bajnokságban. A KSC Szekszárd maximum az 5. helyet szerezheti meg ebben az évben. Regionális híreink következnek.
Új autók a pécsi hulladékszállításban, 10 járművel gyarapodott a flotta. Horvát-magyar együttműködés, zágrábi egyetemisták tanítanak Sejjén. Roadshow a bűnmegelőzésért, interaktív programokkal hívják fel a figyelmet a fiatalokra leselkedő veszélyekre. Megérkezett az első 10 új hulladékszállító jármű a Biokom Eperfás úti telepére. Egy 1,5 milliárdos program keretében fejlesztik Pécsen ezt a szolgáltatást. Eddig a mecsek oldali részre helyszűke miatt nem tudtak eljutni a szelektív gyűjtőjáratok. Az új géppark erre is alkalmas lesz. Működés közben az egyik új hulladékgyűjtőautó 10 új járművet adtak át szerdán a Biokom Eperfás úti telepén. A francia autógyártó cég alvázaira a pécsi Seres Kft. Készítette a felépítményt. Van ebben olyan gép is, ami a mecsek oldalba nagyon szűk helyeken is el tudja majd hozni a kommunális és a szelektív hulladékot, de aztán van közte olyan is, ami nagy távolságú szállításnál lehet használni, hatékonyan a nagy űrtartalom miatt egyszerre egy autó nagyon nagy mennyiségű hulladékot tud elszállítani egy gyűjtőpontról a feldolgozó helyre. És ebben van konténerszállító, van hulladékgyűjtő célgép, és van konténerszállító multiliftes szisztémájú felépítmény is. Összesen 30 jármű kerül majd be a hulladékgyűjtésbe, szállításba Pécsen 1,5 milliárd forintból. A következő 10 járművet májusban, az utolsó autókat pedig júliusban adják át. A fejlesztésnek köszönhetően egész Pécsen lehetőség nyílik a szelektív hulladékgyűjtésre. Az eddig kimaradt mecsek oldali lakóhelyeket is be tudják majd kapcsolni a környezetbe. Együttműködési megállapodást írt alá a Sejjei Kis Géza Általános Iskola és a Zágrábi Egyetem. A szerződés szerint horvát egyetemisták érkeznek majd a baranyai településre, és tanítják a diákokat horvát nyelvre. Az együttműködés célja, hogy a sejjei tanulók még közelebbről megismerjék és megtanulják a nyelvet, illetve hogy a zágrábi egyetemisták teljesíthessék szakmai gyakorlatukat. Miért nem mi? Ünnepi műsorral készültek a Sejjei Kis Géza Általános Iskola diákjai. Az intézmény és a Zágrábi Egyetem ugyanis együttműködési megállapodást írt alá kedden délután. A négy oldalú szerződés minden fél számára előnyös, mondta a horvát intézmény tanára köszöntő beszédében. Az együttműködésünk arról szól, hogy minden tanév tavaszi félévében egy hetet töltenek el itt a Sejjei Általános Iskolában egyetemistáink. A hallgatóknak ez alatt az idő alatt fejenként 7 tanórát kell tartaniuk az itt horvátul tanuló gyerekeknek. Az elmúlt napokban már tanítottak is néhány órát, és örömmel mesélték, hogy mennyire jól tudnak horvátul olyan gyerekek, akiknek nem ez az anyanyelve. A horvát egyetemistáknak ugyanis kötelező egy határon túli iskolában tanórákat tartani, tette hozzá Szánya Vulics. Köszöntő beszédében Ronta Róbert hangsúlyozta, az együttműködés hosszú távon is eredményes lehet, hiszen a horvát hallgatók akár állandó tanítók is lehetnek később az iskolában. A Sejjei iskola igazgatója hozzátette, ez a közös munka csak pozitívan hathat a nyelvtanulásra. Én úgy gondolom nagy előny, hiszen ezek az egyetemisták nem tudnak magyarul. Hát a gyerekek kénytelenek lesznek horvátul kommunikálni, miközben mondjuk tőlünk tudnak órán magyarul is kérdezni, mert megértjük, hát tőlük nem. Kénytelenek megtanulni, kérdezni horvátul, használni a nyelvet. A megállapodás további programokat is tartalmaz, például a Zágrábi Egyetem által szervezett egyhetes továbbképzés, melyre a Sejjei iskola tanítói jelentkezhetnek. Az eseményen elhangzott, a Kis Géza Általános Iskolában az idei tanévtől már bevezették a két tannyelvű nemzetiségi oktatást, így még hatékonyabb munka folyik majd az egyetemistákkal közösen. Iskolai zaklatások, kábítószerfogyasztás, a prostitúció, valamint az internet veszélyei. Ezekre a témakörökre hívták fel a figyelmet az útjelző reflektorfényben az ifjúságvédelem elnevezésű programon. A régió rendőrkapitányságai által kidolgozott projektben 15 településen tartanak felvilágosító, tájékoztató előadásokat az általános és középiskolások számára. Az orvosok a kórházba szállított férfi életét már nem tudták megmenteni.
Szemelvény egy rendőrségi jelentésből egy fiatal droghasználóval kapcsolatban. Ez is része volt annak a 45 perces összeállításnak, amelyben a fiatalok nyelvén videóbejátszásokkal, élő zenével hívták fel a tanulók figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre. A mai fiatalok és a felnőttek között egy hatalmas nagy generációs szakadék húzódik. Gyakran meg se értjük, hogy mit gondolnak és miért gondolják azt a fiatalok. Mi azért ugye foglalkozunk velük, megpróbáljuk őket azért érteni, és arra viszont rájöttünk, hogy új módszereket kell alkalmazni. Ezek az új módszerek hatékonyak, azt látjuk, hogy a videó, a zene, a dramaturgia, illetve a videósokkal folytatott beszélgetés kellően érdekes számukra. A kaposvári előadáson Gergely Viktor Sirius youtuber vett részt, akik szerint nekik tartalomfeltöltőként nagy felelősségük van a közvetett információk közvetítésében, de az ilyen személyes találkozók sokkal nagyobb segítséget nyújtanak a fiataloknak. Voltak már hasonló jellegű kezdeményezések, nem mondjuk így nem így rendőrségi szervezésben, vagy nem rendezvényeken, ahol dolgoztam ilyenek, és ott is mindig részt vettem az ilyen a lehetőségeken, viszont azért így egy, mégiscsak itt talán kicsit célzottabb a dolog, kettő sokkal többen tudnak eljönni, szóval, hogy ezek nagyon-nagyon jó kis kezdeményezések ilyen tekintetben. A kaposvári diákok a rendezvény második felében őket érdeklő és érintő kérdéseket tehettek fel a meghívott előadóknak. A gyerekek úgy érezték, sokat tanultak a két órás előadáson. Ilyen rossz társaságban nem lehet keveredni, nem szabad, és bármilyen rossz dolgokat nem szabad elkövetni. Vagy, hogy bármikor számíthatunk a szüleinkre, vagy egyéb jó emberekre. Például szakember, vagy tanárok. A rendőrségi roadshow a hónap végéig még 5 somogyi városba látogat el. Legközelebb április 11-én csütörtökön a Fonyódi Mátyás Király gimnáziumban várják a fiatalokat. A csehországi Brno városából érkezett új rozsomák a pécsi állatkertbe. A ragadozó február óta volt karanténban, most mutatták be a nagy közönség számára. Kisebb termete ellenére veszélyes vadász, egy rénszarvast is képes leteríteni, ezért az őt körbevevő kerítés az egyik legerősebb szerkezet az állatkertben. Új állat érkezett a pécsi állatkertbe, ő Vagyim, a rozsomák. A mennyétfélék családjába tartozó ragadozó február óta volt karanténban, szerdán a nagy közönségnek is bemutatták. Az új jövevény a lámák régi kifutójában kapott helyet. Több egyeztetésen voltunk túl, amikor eldöntöttük, hogy a lámák kifutója lesz majd átalakítva, és felszerelve egy olyan rácsozattal, illetve az állatkertnek az új irányát, terveit is képviselve már üvegbetekintőkkel, ami mind biztonsági szempontból, mind látogatói megfigyelés szempontjából az állatnak is élmény nyújt, biztonságban megtekinthető. A rácsozat egyébként az egyik legerősebb szerkezet, vetekszik a medvéd körülvevő kerítéssel. A rozsomák ugyanis kisebb termete ellenére akár egy rénszarvast is le tud teríteni. Az állatkertben természetesen gondozói etetik. Csontos marhahússal, lóhússal, sőt hallal is kínáljuk az egyedünket, és konkrétan az állatról, az itt bemutatott állatról, amit érdemes tudni, az az, hogy ő a brünói állatkertben született, több mint 2 éves jelen pillanatban Vagyim. Érdekesség, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségén belül mintegy 45 vadas parkban 120 példányt tartanak. Ebből Magyarországon a pécsi a harmadik olyan zoo, melyben megtekinthetik a látogatók a rozsomákot. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Költészet napja Tolna megye több pontján vált fizetőeszközzé a vers április 11-én. Településfejlesztés 75 millió forintból újult meg a Hőgyészi Orvosi Rendelő. Aki beszél, nem eszik. Görög Ibolya protokoll szakértő szerint fellazult a viselkedés kultúrán. Véget ért a sikerszéria, kikapott a KSC a Győrtől, már csak 5. lehet a bajnokságban. Pénteken is többnyire erősen felhős borult marad az ég, csak néhol és időnként szakadozhat fel a felhőzet. Kisebb körzetekben gyenge eső előfordulhat, jelentős csapadék azonban sehol nem valószínű. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!